Heves vitát váltott ki az a megállapodás, amelyet Joe Biden és Klaus Johannis államelnök glasgowi készfogása pecsételt meg, és amelynek értelmében az Egyesült Államok kísérleti kisméretű moduláris atomreaktorokat telepít Romániába. Ezek biztonságáról, az előnyökről és a kockázatokról eltér a szakemberek véleménye. Meglepetésként hatott a bejelentés, hogy Románia kisméretű moduláris atomreaktorokat telepítene amerikai támogatással, annak érdekében, hogy a klímavédelmi intézkedések részeként 2028-tól tisztább energiát állíthasson elő. A projektre 1,27 millió dollár értékű visszanemtérítendő támogatást kapott, hogy azonosítson lehetséges telepítési helyszíneket a NuScale Power amerikai vállalat által kifejlesztett moduláris atomreaktoroknak. A NuScale terméke karbonsemleges alternatívát jelentene a szennyező szénerőművekre, illetve biztosítaná a folyamatos energiaellátást ott, ahol az ingadozó teljesítményű szél- és naperőművek miatt egyébként ez akadozna. A legnagyobb vitát azonban az gerjeszti, hogy egyelőre még sehol nem üzemelnek ilyen atomreaktorok, nincsenek kipróbálva az Egyesült Államokban sem, tehát semmit sem lehet tudni a biztonságosságáról, és egy esetleges baleset igen súlyos következményekkel járhat, amint azt a csernobili és fukushimai nukleáris balesetek is bizonyítják. A Greenpeace már is azzal vádolta meg az amerikai kormányt, hogy kísérleti telepként akarja használni Romániát. Környezetvédelmi szempontból az atomenergia elfogadhatatlan kockázatot jelent. Románia ezzel egy nem kellően tesztelt nukleáris technológia kísérleti terepe lesz, állítja a Fókusz Ökoközpont környezetvédő szervezet vezetője is. Két környezetvédelmi kérdés merül fel. Az egyik a biztonság, tehát 100%-os biztonságot nem lehet garantálni. A másik pedig a folyamat során keletkező radioaktív anyagoknak az elhelyezése. Ez még mindig nem megoldott, és valószínűleg, hogy a jövőben Románia olyan technológiákat kellene alkalmazzon, amelyek már kipróbáltak. Emiatt, tette hozzá, Romániának inkább a megújuló energiaforrásokra kellene összpontosítania az atomenergia helyett. A nukleáris baleset veszélye rendkívül alacsony, mondta híradónk érdeklődésére dr. Mócsi Ildikó. Az új típusú erőművek rendkívül szigorú biztonsági előírásokkal működnek, ugyanakkor az ember mint kockázati tényező nem zárható ki. A NuScale által kidolgozott módszer olyan, hogy kevés benne a lehetőség annak, hogy ebből egy baleset jöjjön létre. Nukleáris esetekben, reaktorok esetében, úgy mint más gazdasági egységek működtetése mellett bejön az emberi faktor, hiszen Csernobil is nem a reaktor volt a hibás, hanem az emberek. Táncos Barna környezetvédelmi miniszter jó kezdeményezésnek tartja a beruházást. Szerinte ez az energiaforrás hozzájárul azoknak a vállalásoknak a teljesítéséhez, amelynek értelmében 2032-ig fokozatosan meg kell szüntetni a szén alapú energiatermelést. Biztos vagyok benne, hogyha megfelelő biztonságot és megfelelő szigort fogunk alkalmazni, akkor alternatív energiahordozóként jó lehet az atomenergia. Az új moduláris reaktorok mellett szól, hogy sokkal olcsóbbak, mint a hagyományos atomerőművek, illetve környezetbarát módon tudják biztosítani az áramellátás folyamatosságát, ha a megújuló energiaforrások nem, azért mert éppen nem fúj a szél, nem süt a nap, vagy alacsony a vízállás. A NuScale összesen 12 kisméretű atomreaktort telepítene Romániában, az elsőt 2028-ban helyeznék üzembe.